Közlekedés a gesztei körforgalomban. Szüretin a Bodrog keresztúron. Aradi emlékfutás Tarcalon. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Zöldi Anikó vagyok. Megrendezték szeptember 30-a és október 2-a között a Tokaj hegyaljai szüreti napokat Tokaj főutcáján. Hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye, idén lett 90 éves, és 1932 óta ünneplik. Október 1-én már hagyománynak nevezhető szüreti felvonulással vette kezdetét a szüreti napok. A látogatókat kirakodóvásárral várták a főutcán, különböző kézzel készített termékek kínálatával. Látványosra sikeredett a szüreti felvonulás, hiszen rengetegen látogattak ki, hogy megnézhessék. A mazsorettek is látványos tánccal szórakoztatták a nézőket. Ünnepi beszédet mondott és köszöntötte az egybegyűlteket Posta György polgármester. Úgy véli, történelmi pillanat a mai, hiszen nagyon kevés olyan rendezvény van az országban, ami megélt 90 évet. Ceglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere is jelen volt a szüreti napokon. A két város vezetői szeretnék újra feleveleníteni a települések közötti kapcsolatot. Csatlósné Komáromi Katalin, a Tokaj-hegyalja Egyetem társadalmi kapcsolatok igazgatója kifejtette a 27 település és az egyetem kapcsolatát összefogását. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, a szüret különböző történelmi korokban mindig többet jelentett egyszerű munkánál. Ünnepnek számított, és még ma is ünnepnek számít. Egy évnyi munka gyümölcsével szembesül a szőlőtermelő ilyenkor. Kondz Zsófia országgyűlési képviselő beszédében felidézte, 20 éve vált világörökség részévé Tokaj hegyalja. A tokaji bor viszont mindig hozzátartozott a magyar identitáshoz. Nagy István agrárminiszter pedig arról szólt, hogy nincs magyarabb borvidék, mint a tokaji, és amelynek olyan hagyományai lennének, mint Tokaj hegyaljának. A felvonulást a szőlő összeadási ceremónia követte a Kossuth téren, ami a 27 település összefogását bizonyítja. Ebből az alapanyagból készítik el a 2022. évi polgármesterek borát. Ez már megelőzte egy szőlőbeszállítási aktus, ahol több más a szőlőt vittünk be, és gyakorlatilag ebből készül az a bizonyos bor, ami a 27 tokajhegyaljai településnek az egységét fejezi ki, hogy gyakorlatilag a világörökség részeként a turizmuson keresztül dolgozunk azért közösen, hogy ez a térség a szőlőjét meg tudja termelni, a borát el tudja adni, és ilyen rendezvényeket rendezve, amiről közelről és távolról az imént hallottunk egy rendszámot, ugye távolabbról is ide tudjanak jönni a bor ünnepére, és ez gyakorlatilag minden településen cél. Azt majd a bor fogja elárulni, nyilván rendkívül kritikus volt a szárazság, ebből a szempontból szerintem egy különleges lesz, és a szőlészeknek is egyre nagyobb kihívással kell megküzdeniük, akkor, amikor a szőlőjüket el kell takarni az égető naptól, akkor, amikor ilyen esős időjárásban hirtelen le kell szüretelni. Bízunk benne, hogy az ideje is jó évjárat lesz, és éppen ezért a különleges időjárásért különleges évjárat lesz, de ez majd csak majd, amikor kifort a bol, és az újból elkészült január-február környékén, akkor fog kiderülni. De alapvetően én a szőlőtermésre nem hallottam különösebb panaszt. A szerencsi és kassai borászok közötti kapcsolatok erősítését, a kommunikáció bővítését, a települések történelmének megismerését, a hagyományok ápolását hivatott segíteni a borkóstolás határok nélkül program. Szerencsi és Kassa között nagyon sikeres lett ez a projekt. Én magam, tehát kezdem magammal, soha nem jártam a szlovák oldalon, azon a részen,
ahova ellátogathattunk, és különleges élmény volt az új helytől Tokajig ellátni a szlovák oldalról. Megismerkedtünk ottani borászokkal, akiknek a nagy része vállalta a magyar identitását. Tehát most, hogy 1920-ban döntöttek arról, hogy húznak egy határt, és azok az emberek a határ más oldalára kerültek, attól ez a vulkánikus hegység és a tokai szőlő még ott maradt, meg a tokai bor is egy a cél, hogy dolgozzunk azért közösen, hogy a tokai bor az embereket vonzon ide, és tegye ezt a világörökségi területet híressé. Hallhattuk, amikor ott voltunk, hogy Kassának is ezeken a területeken van a bora, és így került képbe ez a terület. Természetesen maga Kassa városa, ami alig egy órányi járással van Szerencstől, egy rendkívül érdekes látnivaló, és reméljük, hogy a Kassában élő sajnos kevés számú magyarnak, de szlováknak viszont ez az oldal úgy szintén egy akár egy vacsorára átugrani, akár egy itteni borkóstolásra, akár egy fürdőre. Ezt a kapcsolatot öregbíteni kell, magától nem fog működni, és tulajdonképpen ez egy jó kezdet volt arra, hogy tovább folytassuk. A szerencsi borászok igazán megérdemlik, hogy kapjanak publicitást, kapjanak teret, de ezt el kell mondani meg annyiszor, hogy ők maguk is, mi magunk is higgyük el, hogy a szerencsi bor is egy fontos része ennek a Tokaj-hegyaljai világörökségnek. Agyagbanda együttes is szórakoztatta az odalátogatókat. Vasárnap estig további színes programokkal várták a vendégeket Tokajban. Borsodabaúj Zemplén megye 37-es számú főút négy sávosításával úgynevezett turbókörforgalmat építettek Geszteinél. Ez az új közlekedési rend sokak számára nem egyértelmű. Kőrösi Brigitta oktatóval szeptember 30-án ellátogattunk ehhez a körforgalomhoz, és bemutatta számunkra a helyes használatát. Augusztus végén átadták a gesztei csomópontot a közlekedőknek. A kétsávos körgyűrű egyes részei táblákkal vannak elválasztva, de a forgalom zavartalanul tud haladni a csomópontban. 1999-ben kezdtek el először körforgalmakat kialakítani, amely 47%-kal csökkentette azóta a közlekedési balesetek számát. Itt egy turbó körforgalomról beszélhetünk, ahol most jelen pillanatban állunk. Ugye itt a közlekedési szabályok annyiban másabbak egyébként, mint az egysávos körforgalom, hogy itt úgy kell elképzelnünk, mintha két körforgalmat egymás mellé helyeztek volna. Ebben az esetben, ahol most jelen pillanatban állunk, egy sávból lehet behajtani a körforgalomba, és ahhoz, hogy tovább haladhassunk, meg kell választanunk már előre, hogy melyik sávba szeretnénk majd tovább haladni. Ha Miskolc és Sátorajújhely felől érkezőknek javasolnám azt, hogy előre tájékozódjanak a táblákról, hogy merre, hova szeretnének tovább haladni, abban az esetben, hogyha a jobboldali sávot választjuk, lehetőség szerint az első, vagy legkésőbb a második lehetőségnek ki kell hajtanunk a körforgóból. Itt egyébként fel is van festve, nem enged tovább a körforgalom, és hogyha tovább szeretnénk benne menni, vagy pedig vissza szeretnénk fordulni, akkor a belső sávot kell választanunk. Én azt javaslom mindenkinek, hogy amikor egy rossz forgalmi sávot választott ki, nem az a megoldás, hogy átrántom az autót egy másik sávba, hanem szabályosan tovább haladok, kimegyek az első lehetőségnél, ahol szabályos, csinálok egy megfordulási manővert, megállok egy másodpercet, körülnézek, tájékozódok, visszatérek a körforgalomba, és akkor már szabályosan elhagyom. Az évek során azt tapasztalták az oktatók, hogy az emberek többsége már tudja a körforgót használni. De turbó vagy spirál körforgalom még nem egyértelmű számukra, hibáznak, és ezeket a hibákat egy veszélyes manőverrel próbálják korrigálni.
Jelen pillanatban a mi diákjaink még nem találkoztak a turbó körforgalommal. Miskolcon is készül egy, ami fényjelzővel lesz ellátva, tehát egy nagyon picit egyszerűbb lesz, mint ez a körforgalom. Valószínűséggel decemberben fogják megnyitni, de biztos vagyok benne, hogy el fogom ide hozni őket, hogy a meglepetés ne érje majd a forgalomban ezzel kapcsolatban a diákokat. Nagyon furcsa ez a közlekedés is, ez a Kressz is. Igen, tehát 1999-ben indultak el a körforgalmak, akik előtte vizsgáztak, nekik igazából csak az egysávos körforgalom ismert jelen pillanatban. Ők már azért 30-40 év eltelte után most már ott tartunk, hogy talán az egysávost megszokták, és bízunk benne, hogy a kétsávosban is majd helyt állnak. Én azt szoktam mondani, hogy ezekre az autósokra mi vigyázunk. És ezért van az, hogy túléljük, és ők is túlélik ezeket a körforgalmakat, de tájékozódjanak előre, van rá lehetőség Google-ben, bármilyen olyan lehetőségi forrásban, akár autós iskolákat felhívják, megkérdezik az oktatókat, hogy hogyan kell ezekben a körforgalmakban tovább haladniuk. Most már az egysávos körforgalomban én azt mondom, hogy mindenki, bár az irányjelző használata a kihajtásnál az inkább az, hogy lustaság, de, és azért nem tesszük ki, de ezek a többsávos körforgalmak, hogy spirál, turbó, körforgalom, itt még én úgy látom, hogy nagyon nagy problémák vannak. Kőrösi Brigitta, gépjárműoktató megmutatta nekünk a helyes közlekedési módokat, először Hernádkakból indultunk Miskolc felé, majd Miskolc felől érkeztünk Gesztelybe, és legutoljára Gesztelyből érkeztünk Hernádkakba. Gesztely felől érkezünk, és nem Miskolc, hanem Bőcs irányába szeretnénk tovább haladni. Egy picit a tábla jelzése nem egyértelmű ebben az esetben, ugyanis itt, ha ki akarok menni Miskolc felé, akkor értelemszerűen végighaladok jobb színen. Ha viszont Bőcs felé szeretnénk tovább haladni, akkor be kell mennünk a belső forgalmi sávba, ugye figyelnünk kell balról, és szépen most már csak így tudom elhagyni a körforgalmat, sávváltás minden nélkül ki tudunk haladni Bőcs irányába a körforgalomból. Minden közlekedőt arra kérnek a gépjárműoktatók, hogy tájékozódjanak mielőtt útnak indulnak, jelenleg könnyen el tud tévedni a sofőr az új kétsávos körgyűrűben. A körforgalom előtt körülbelül 650 méterrel táblák jelzik az adott irányokat, és az útra is jól láthatóan fel van festve a helyes iránymutatás. Szeptember 22-én tartották Nagy István olajfestményeiből készült kiállítását Tarcalon. A kiállítás helyszínéül szolgált a 6 puttonyos borfalú galériaterme, ahol szívesen fogadták a látogatókat. A kiállítás megnyitó Gyulai József versével vette kezdetét. Butta László polgármester úr ünnepi beszédében köszöntötte a jelenlévőket. Majd elmondta, hogy az éven már az 5. kiállítás megnyitót rendezték meg a 6 puttonyos borfalú galériájában. Az 5. kiállítás, ami egyben az utolsó is az évben, Nagy István képeiből készült kiállítást tekinthetik meg. Idézem, erdei természeti képek vannak, és nagyon szép. Látszik az erdő szeretete, és az állatoknak, a madaraknak a szeretete, a művésztanár úrnak a lelkét mutatja meg. Gratulálok! Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a kiállítást elhozta ide, a településünkre. Idézet vége, mondta Butta László. Nagy István művésztanár gyermekkorától kezdve rajzolt, és innentől kezdődött számára a művészet szeretete leginkább, a vadászati képeket kedveli. És a természetet. Olajképeket készít, a vázlatait pedig pasztel, vagy szénrajz technikával ábrázolja, mondta Hornyák Pál, aki ismertette a művész életútját és a szakmai munkásságát. Vadászati képekkel foglalkozom, tehát a természetet szerettem mindig is, meg kijárok oda vázlatokat készíteni, munkálkodni. A táj és a csendélet az, ami a portrét, azt ritkábban szoktam csinálni. 8 éves koromtól rajzoltam, festettem, és akkor tulajdonképpen ez volt a hivatásom, hogy ebben a szakmában valamit megmutasson az ember. Én elsősorban csak olajképeket csinálok, olajjal dolgozom, vázlatokat az pasztellel, grafikával, pasztell, meg szénrajz. A tájképek állnak még közel hozzá, mert az megnyugtatja az embert, és ezáltal örömet tud okozni másoknak is, akik megjelennek a kiállításon. Külföldön és belföldön is volt már kiállítása. 20 éves kora óta fest olajjal. Ez a 79. egyéni kiállításom, és 76 csoportos kiállításon vettem részt. Hát majd itt a
megnyitón elhangzanak a dolgok, belföldön, külföldön állítok ki elég gyakran. Újvári Marika, énekesnő, csodálatos énekhangjával kápráztatta el a kiállításon megjelenteket. A megnyitó végezetével a jelenlévők megtekinthették a kiállított képeket, a Borfaluban egy hónapon keresztül látogathatják. Legközelebb Nagy Istvánnak Budapesten nyílik kiállítása. A Kossuth Rádió országjáró műsora október 1-én 10-12 óra között, valamint 14:30-17:30 között Szerencsről jelentkezett riportokkal a Rákóczi várból. A hallgatók megismerkedhettek Szerencs és a környező települések turisztikai látványosságaival. Domonkos István felelős szerkesztő, Cifra Szilvia műsorvezető és Tarcalközi Kinga riporter mikrofonja előtt nyilatkozók megismertették a hallgatókat a település történelmével. Szerencsés a Rákócziak kapcsolatával, a világhírű képeslevelezőlap gyűjtemény titkaival, a természeti kincsekkel. Megemlékeztek a szerencsi cukorgyáról, szóltak annak dicső múltjáról, szó volt a vasúti és közúti közlekedésről, a Tokajbusz járatairól, amelyek biztosítják a térség elérhetőségét, segítik a bortúrák szervezését, amihez kapcsolódtak a gasztronómiai sajátosságok és különlegességek. A cukrászat hagyományait felvonultató termékek. Idegenvezető kalauzolta a belvárosban a hallgatókat, a túrázóknak, a kerékpározóknak is ajánlottak útvonalakat. Közel 40 ember szólal meg Szerencsről, de ha néhány nem szerencsé van benne, Szerencsről szóló történeteket mond, mikor minden település, így Tokajhegy alja is, ami a világörökségnek a része, épít a turizmusra, azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy országvilág hallja ezeket a riportokat, és kedvet csináljunk ahhoz, hogy eljöjjenek Szerencsre. A délelőtti blogban a történelmi látnivalókkal igazgatóasszony Majoros Judit, Kretovics István, aki az ágyújöntés fortéjairól beszélt, gyakorlatilag a borászok többen is megszólaltak, most éppen itt a háttérben egy cukrászmester szólalt meg a világörökséggel kapcsolatban, Dévald István, aki ennek a szervezetnek a titkára, tehát gyakorlatilag az egész Tokajhegy alját képviseli, csokoládégyártással Takács Pista bácsi szólalt meg, a délutáni órákban pedig inkább azok fognak megszólalni, akik civil szervezeteknek és művészeti ágaknak, itt volt például Ecker Robert művész úr, aki mondhatom, hogy a város szobrásza, a csokoládé szobrokat ő készítette, tehát elmondhatom, hogy közel 40 ember az, aki megszólal a mai nap folyamán, és aki a jó hírét viszi a városnak. Szerencs a 27 tokajhegyaljai településnek a része. Úgy döntöttünk néhány évvel ezelőtt a polgármesterek, hogy mindenki megvarratja ezt a díszes tólát, amin a településnek a címere is látható, és amikor olyan események vannak, hogy összegyűlnek a polgármesterek nyilvános fellépésen, ugyanis a mai nap fogjuk összeönteni azt a szőlőt, amiből később a polgármesterek bora készül, és ez egy látványos közösségi fellépés. A maga az öltözék is az együvé tartozást, a bor elkészítése is azt jelenti, hogy nekünk egységben kell gondolkozni, és egységben kell például a turizmust is kínálni, tehát aminek ugyanolyan fontos része a tokai bornapok, mint a Szerencsi Csokoládé Fesztivál, vagy éppen a Mádi Furmint ünnep, a Rátkai Káposzta Fesztivál, a Monokibab Fesztivál, és sorolhatnám, tehát amikor ide jön a turista, őt az érdekli, hogy van-e valami rendezvény,
szerény, és néhány kilométeren belül mobilis, tehát fel tudja keresni, el tud menni, az nem probléma. Tehát egy teljes kínálattal jelenik meg a Tokaj hegyalja, és ezt a jelképet, hogy nekünk össze kell fogni Sátoralja Újhelytől Szerencsig, sőt, hát a borturizmus határon túl, vagy a határon átnyúló borturizmus, ami az elmúlt hetekben, az hiszem a Globó Televízió is vendége volt, gyakorlatilag a határon túl lévő tokai borokat termelő pincészetek is ide tartoznak testben és lélekben, és hát a történelem, a hagyományok és a turisztikai látnivalóknak a megjelenítése nagyon fontos, és ennek egy fontos része a tokai bornak, a polgármester borának az elkészítése. Megszólalt a Déli Krónika előtt a cimbalom. Bemutatkozott többek között a grafikus, a festő, a művésztanár. Eldördült a Rákóczi vár udvarán Gábor Áron ágyúja. Beletették az országjáró kincses ládába szerencs ajándékát, és felkötötték az országjáró vándorbotjára szerencs egy édesváros, hegyalja kapuja jelmondatú szallagot. Idén hagyományos módon ismét megrendezték a Szüreti Napot Bodrogkeresztúron, szeptember 24-én. Az esemény vidám felvonulással vette kezdetét, amely a Tarcali úttal indult és a Plébánia udvarában ért véget, ahol a Bakhusz szobrot megkoszorúzták a jó termés reményében. A település polgármestere ünnepi beszéddel köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a programot. A közösség vezetője elismerését fejezte ki a szervezőknek, akik fáradhatatlanul dolgoztak a szüreti nap megvalósításán. A résztvevők nem csalódtak, hiszen vidám és családias volt a hangulat a rendezvényen. Bodrogkeresztúr községünk, ez a sok más tokajhegyei településhez hasonlóan is megszervezi a szüreti napot. Ez az örömről, a szórakozásról, az evésről, az ivásról szól, és természetesen a szőlősgazdák. Szőlősgazdák a traktoraikkal felvonulnak, szőlőt szüretelünk. Gyakorlatilag egy egész pezsgő gyakorlatilag, ami mai nap folyamán megy, gyerekeknek ugrálóvár. A hagyományokhoz híven végigvonulunk Bodrogkeresztúr főutcáján, megszenteljük a Bakhusz szobrunkat, meglocsoljuk borral jó termés reményében. Egy igazi kis kulturális kis pezsgő nap ez Bodrogkeresztúron. Minden évben, mikor ugye szüret van, és beköszönt Tokahegyen a vénasszonyok nyara, akkor minden évben megszervezzük ezt a szüreti mulatságot. Kicsik, nagyok, fiatalok, öregek, idősek, mindenki részt vesz ezen a rendezvényen, településünkön. A mai nap folyamán ugye a szüreti felvonulással kezdtük, megérkeztünk a Plébánia udvarára, és itt pedig folyamatos zenés, táncos mulatságok, valamint a gyermekeknek csokiszökőkút is, természetesen nem maradhat el a borkóstolás, ami délután 3-tól várja az ide látogató település lakóit és a turistákat. Legvégén természetesen egy igazi táncházzal várjuk az ide látogatókat, az pedig lent lesz a Bodrogkeresztúr faluházba. A polgármester szólt Bodrogkeresztúr testvértelepülés kapcsolatáról is. 2011 óta tart Maroskeresztúr és Bodrogkeresztúrnak a testvéri települési kapcsolata. Nagy dolog ez az életünkben, hisz ugye az elmúlt két évben ugye a Covid vírus sajnos akadályozta a testvér településnek a kapcsolatát, úgyhogy az éven megérkezett Maroskeresztúr polgármester asszony és delegáció, akik nagyon nagy szívesen és nagy vendégszeretettel várunk. Megtörtént a visszahívás is, de amit tudni kell, hogy jövőre 2023-ban, ha minden jól megy és nem ütközik semmi, akkor Maroskeresztúr fogja megtartani a Keresztúr nevű településeknek a találkozóját, ahol közel 30 darab Keresztúr nevű település fog vendégül látni Maroskeresztúr, határon innen, határon túl, Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből és természetesen az anyaországból is. Tehát igazi magyar találkozó lesz. Maroskeresztúr polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. Kovács Edit háláját fejezte ki, hogy újra Bodrogkeresztúron lehet, bár egyúttal kicsit sajnálkozott is, hiszen településén hasonló rendezvényt hagyott, gazda nélkül. De úgy érezte, több év után itt a helye, hiszen vannak az örömre, mert ismét együtt lehetnek és találkozhattak hosszú évek után. Mi most érkeztünk meg fél egykor éppen az esemény előtt. Szomorúan mondom el, hogy otthon egy hasonló rendezvényt hagytam most gazda nélkül, viszont ott minden évben és minden rendezvényen velük vagyok, ezért tartottam fontosnak azt, hogy most egy picit úgy magukra hagyva itt legyek jelen ebben a közösségben. Ez az első alkalom, hogy újra együtt vagyunk, és eljöttem meglátogatni a testvértelepülésünket. Viszont nagyon szép események voltak 2018 előtt, az a két év, amikor még a régi polgármester úrral utoljára itt a Nemzetek találkozóján vettem részt, ahol a francia és lengyel testvértelepülések is jelen voltak, tehát hogy egy tényleg nagyon érdekes multikulturális csere volt ez.
és 2018 óta nem jártam Bodrog keresztúron, és Bodrog keresztúr sem járt nálunk azóta, de viszont előtte a községnapokon, a falunapokon és hasonló rendezvényeken rendszeresen látogattuk egymást. Én azt mondanám, hogy évente ilyen 3-4 találkozás történik rendezvények alkalmával. Voltak már programjaink az iskolák között is, ami nagyon jól sikerült, és konferenciákra is szoktak ellátogatni az itteni pedagógusok a Maroskeresztúri iskolába. A megnyitó után különböző korosztályok kápráztatták el közönséget a néptánc tudásukkal. Először a Bodrogkeresztúri Nyugdíjas Klub mutatta be produkcióját. Későbbiekben a Nyitnikék óvodai néptáncosai az alkalomhoz élő műsorát tekinthette meg a közönség. Éppen lopom a szőlőt, elaludt az öreg csőt, furkos bota kezében, vaskalap a fejében, el a kis kosár! Végezetül pedig Ötvös József általános iskola diákjai mutatták meg tudásukat. Mindezek után Rozgonyi Anna kápráztatta el a nézőközönséget tánc tudásával. Műsorokon felül kézműves foglalkozásokon és borkóstoláson vehettek részt a látogatók. Különböző kézműves portékákat vásárolhattak, különböző szörpöket, horgolt plüssöket és kézzel készített és díszített szappanokat. A rendezvény jó hangulatba telt, és mindenki megtalálhatta a számára megfelelő elfoglaltságot a Bodrogkeresztúri szüreti napon. Ünnepséget szerveztek az idősek napja alkalmából Legyesbényén, október 3-án a Művelődési Házban. Több mint 100 résztvevőre számított a település önkormányzata. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-ét az idősek világnapjává. Legyesbényén október 3-án rendeztek az időseknek ünnepséget a Kultúrházban. A műsor a település polgármesterének a beszédével vette kezdetét. Lengyelné Búzita elismerését és háláját fejezte ki a szépkorúaknak. Fontos, hogy felismerjük azt, hogy amit az életben elértünk, annak egy részét magunknak, más részét szüleinknek, nagyszüleinknek is köszönhetjük. A jeles nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről, szeretetükről szól. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a bölcsességre, türelemre, elfogadásra, amivel csak ők rendelkeznek. A mindennapi tennivalók mellett sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk róla, törődéssel tartozunk feléjük. A mi feladatunk, hogy lehetővé tegyük számukra az időskorhoz méltó életet. Úgy véli, hogy szeretné a legcsodálatosabb dolog a világon és a legnagyobb öröm. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, és mi is fontosak vagyunk a számukra. Szeretet nélkül nem lehet élni. Legyesbénye polgármestere köszöntötte Szilágyi Lászlónét, a település lakóját, aki október 3-án a 80. születésnapját ünnepelte. Az ünnepi beszédet a legyesbényei óvodások műsora követte. Mi van, 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 m
Setét Béla és zenekara vidám nótákkal szórakoztatta a közönséget. Program befejezéseként vacsorával kedveskedett a közösség önkormányzata a megjelent időseknek. Tiltakozást rendeztek Szerencsén a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum előtt október 5-én. 37 pedagógus vett részt a megmozduláson, többek kezükben táblát tartottak, amire kézzel írták a véleményüket. Nagy a világ, az égi hét, de van ez a föld, ami kezünkbe fér. Nevet a nap, sugarad ránk, rajzol egy pályát a deszka palánk, és a tél, és a nyár, és a fáj, az akász, és a kert, és a ház, és a ház, olvas rád, te meg én, úgy a szép, soha nem szakadunk. Reggel 7:30-tól tiltakoztak a tanárok az oktatási rendszer jelenlegi helyzete miatt, és a sztrájkjog ellehetetlenítése ellen és támogatásukról biztosították azokat a kollégákat, akiket aránytalan retorziókkal fenyegettek meg, vagy mentettek fel közalkalmazotti jogviszonyukból. A pedagógusok világnapján úgy vélték, hogy különösen fontos az összefogás. A megmozdulás politikamentes volt. Mi a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum 37 pedagógusa szolidaritást vállalunk azon kollégáinkkal, akik sztrájkkal tiltakoznak az oktatási rendszer jelenlegi helyzete miatt és a sztrájkjog ellehetetlenítése ellen. Továbbá támogatásunkról biztosítjuk azokat a pedagógusokat, akiket aránytalan retorziókkal fenyegettek meg vagy mentettek fel közalkalmazotti jogviszonyukból. Ma a pedagógusok világnapján az elmúlt események tükrében különösen fontos az összefogás. Azért állunk itt, mert hisszük, hogy egy tanárnak minden körülmények között morális példát kell adnia. Nem cselekedhet másképp. Hálásan köszönjük diákjainknak, volt diákjainknak és a kedves szülőknek, hogy mellettünk állnak és támogatnak bennünket, hogy hangosabb legyen a hangunk. A tanárok is úgy vélik, hogy a sztrájk alapjog. Az oktatásban tapasztalt problémák megoldása már nem használható tovább, aminek a csúcsa, hogy a pedagógusoktól már a véleménynyilvánítás szabadságát meg szeretnék vonni különböző retorziók kilátásába helyezésével. A szerencsi eseményen a résztvevők kifejezték szimpátiájukat és csatlakoztak az ezért a célért meghirdetett országos mozgalomhoz. Nyolcadik alkalommal rendezték meg a futóversenyt Arcalon október 2-án. A verseny már hagyománynak számít a Borfalu életében, évről évre több versenyző méretteti meg magát az 5,5 kilométeres távon. A hősi emlékműnél volt a rajt. A terep nem kímélte a futókat, hiszen a kopaszhegyi tévétoronynál volt a cél. A szintemelkedés 400 méter. A versenyen 25 futó indult, 3 korcsoportban, 18 éven aluliak, 19-49 közöttiek és az 50 éven felüliek. Az elmúlt napok esős időjárásához képest kellemes őszi nap várt a futókra. Én már 8. alkalommal rendezzük meg ezt az aradi vértanúk emlékfutást. Előtte is futottak fel a helyre a sportok, a Zöld Sportklub, a Zöld Sportok Klubja Egyesületének a szervezésében, Kovács Attila szervezésében, de akkor a tarci napok keretében belül futottak fel. Hát július utolsó hétvégén nagyon nagy hőség van, akkor beszéltük át, hogy jobb lenne egy más időpontban, hiszen ez nagyon megterhelő a futók számára, és adta magát az alkalom, hogy akkor az aradi vértanúk tiszteletére, emlékére, akkor legyen október 6-ához legközelebbi vasárnapon mindig ez a futóverseny, és így ez már 15-ben volt az első, ez a 8. alkalom, hogy az aradi vértanúk emlékére rendezzük meg ezt a futóversenyt. Szerencsére
szerencsére mindig elég szép számmal jönnek a versenyzők. Nagyon sok ismerős arc van, aki visszatérő, tehát hagyományosan visszajönnek erre a versenyre. Közel 5500 méter a táv a starttól a célig, és 400 méter szintkülönbség, tehát nagyon folyamatosan emelkedő van. Minimális az a rövid szakasz, ahol szinte egyenletes a pálya hossza, úgyhogy nagyon kimerítő, be kell osztani a versenyzőknek az erejüket. Szerencsénk van, hiszen tegnap is a szüreti napon a vonulásra, arra az egy órára jó idő lett, de most meg a mai nap egy csodálatos idő, napfényes idő, kicsit szeles, ez a futóknak, sportolóknak ez kiváló időjárás a távnak a teljesítésére. A kezdetekkor ez már több mint 20 éve jó az Őrsportok Egyesületével a kapcsolatunk, és azóta mindig Kovács Attila megszervezi úgy, mint a Talci napoknak a futóeseményeit, és úgy, mint az aradi vértanúkat 8 év óta. Tehát neki köszönhetjük azt, az ő nagy szívének szereti a futást, és Talcahoz is van kötődése. Neki köszönhetjük, hogy ez folyamatosan ez a verseny ilyen színvonalon rendeződik meg. Mi csak partnerek vagyunk benne. A távot először Bényei Szilárd teljesítette fél órán belül, aki a DVT-kel futója. Szilárd elárulta, hogy erre a versenyre külön nem készült, mert elsősorban síkterepen fut. Erre a versenyre nem szoktam készülni, mert ugye én csak síkon edzek, csak részem, hogy a verseny pont másodikán van, ugye most nincs versenyem hétvégén, nem ütközött semmivel, így hát eljöttem. Nekem ez a 8. éve, hogy futok. Ez volt a 23. versenyem a maival. Hát a futás igazság szempontjából egy jó közösséget alkot minden verseny, ugye együtt vagyunk, barátkozunk, elmegyünk, bejönünk valahova, akkor még vannak ellenfelek, riválisok egy futóversenyen. Hát az első rendezéskor akkor első helyen végeztem, 17-ben azt hiszem 3., és most pedig megint első. A győztesek korcsoportonként és nemenként sárleget kaptak, egy kitűzőt és egy érmét, hogy teljesítették a távot. A Kopaszhegyi TV-toronynál a futókat üdítővel és energiaszeletekkel várták. Október első hétvégéje az asztali teniszről szólt a Szerencsi Együttes számára, hiszen nem csak mérkőzések voltak a hétvégén, hanem a harmadik tehetségek kupát is megrendezték. A csapatok remélik, hogy a továbbiakban is a jelenlegi kategóriájukat meg tudják tartani. Szombaton Mezőberényben 10-4-es vereséget szenvedtek. Vasárnap hazai környezetben fogadták a debreceni csapatot, a Szerencsi csapat 9-5-ös arányban múlták felül az ellenfelüket. Reményeik szerint az NB1-ben tudnak maradni. Az NB2-es együttes szombaton 12-6 arányban diadalmaskodott. Vasárnap pedig ők is hazai környezetben fogadták a debreceni csapatot, akik ellen szintén sikerült 11-7 arányban nyerni. Vasárnap a harmadik tehetségek kupa került megrendezésre a Hunyadi sportcsarnokban. 3 versenyszámot hirdettek meg, a 12 év alattiaknak, a 12 év felettieknek, illetve az összevont kategóriát. A Szerencsi fiatalok mellett a DVT-ke asztali tenisz szakosztály ifjú játékosai képviseltették magukat a versenyen. Az összevont kategóriát Ács Noel nyerte Szerencsről. A második Rédai Bálint lett, a DVT-ke játékosa. A harmadik helyezést pedig a Szerencsi Jenei Marcell és Szemán Ábel szerezte meg. A 12 év feletti versenyt Ács Noel nyerte Szerencsről, a második Kerekes Zalán lett, szintén Szerencsről, míg a bronzérem Vascsák Vincének, a DVTK játékosának jutott. A 12 év alattiak versenyén az aranyérmet a Szerencsi Szemán Ábel nyerte meg, második lett Jenei Marcell Szerencsről, a harmadik helyezést pedig Csűri Dániel, a DVTK versenyzője szerezte meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint hétfőn gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, csapadék nem lesz. A keleti szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Másnap változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor. A délkeleti, déli szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Szerdán felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Elszórtan lehet eső, zápor.
Az északi szél jellemzően mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A héten fronthatás nem várható. Tisztelt nézőink! A Globa Televízió heti közéleti műsorát, a Globa magazint láthatták. Új adással legközelebb október 16-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globatv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globatv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!